Szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és mögöttem itt van ez a gyönyörű szép GVM, amiből sajnos egyre kevesebb és kevesebb lesz. A mai videóban egy igen érdekes dolgot fogunk csinálni. Visszautazunk az én gyerekkoromba, azaz visszautazunk a 90-es évek végére, illetve a 2000-es évek elejére, és konkrétan csak olyan járművekkel, csak olyan dolgokat fogunk csinálni úgy egyáltalában, amiket ebben az időszakban meg tudtunk tenni. Ugye 92-es vagyok, tehát ez nagyjából azoknak a nézőknek lesz egy ilyen nosztalgia faktor, akik szintén a 90-es évek elején, közepén születtek. És hát igazából tényleg ma megpróbálunk minden olyasmit csinálni, amit a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején tudtunk csinálni, hiszen az én gyerekkorom az nagyjából olyan 98, illetve 2007 közé datálódik. Tudjátok, ez a legemlékezetesebb pont, és hát nagyjából ebben a korszakban van a legnagyobb nosztalgia faktorom. Akik a 2000-es évek elején gyerekek voltak, és hát nagyrészt a fiúk kedvelték, ugye a Pokémont. Én nem ismertem olyan fiú ismerőst, aki nem pokémonozott volna, én is imádtam, és hát szerintem ők pontosan tudják, hogy miért vettünk annak idején Mirindát. Nem azért, mert az üdítőt annyira nagyon szerettük, bár egyébként nagy gond nincs vele, én nekem egyébként a mai napig az egyik kedvencem, hanem azért, mert bizony-bizony a kupakokon Pokémon volt, bizony, ezen egy retikét van. Szóval, hogy Pokémon volt a kupakon a Mirindánál, és volt ilyen kupakgyűjtő tábla is, amit konkrétan fel lehetett rakni a falra, és azon gyűjteni a kupakokat. Nekem egyébként az összes megvolt. No és akkor gyertek és menjünk, trollizzunk egyet. És majd a 82-es vonalán lesz egy Icarus 435-ös, ami azért egy érdekes trollibusz, mert az én gyerekkoromban és ebben az ominózus időszakban ez pont egy viszonylag modern busznak számított, ugye eleve alacsony padlós volt, ugye ebben az időszakban még leginkább a GVM-eket láthattuk trolibuszok tekintetében, de ugye alapvetően a sima busz tekintetében is a 260-asok, 280-asok voltak többségében. Az én általános iskolai éveimben a mi lakótelepünkön a 412-esekből volt rengeteg, akkor még természetesen a régi festéssel, és természetesen még ablakkal a hátukon, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye ezt megtudtam azóta, hogy a felújítottaknak nincs hátul ablaka. Most ne erről beszéljünk, mert ugye itt ma zavaró lehet, hogy egy 435-ös trollit nézünk, miközben egy 412-esről beszélek, majd arról is fogunk egyébként értekezni. Érdekessége ennek a busznak egyébként, hogy mindössze 15 darab készült belőle, de bár pontos számot most nem tudok nektek mondani, gyanítom a jelenlegi flottában már nincs meg mind a 15, és ha meg is van, akkor legalábbis úgy értem ezt, hogy üzemkészségben szerintem nincs jelenleg 15 darab ilyen 435-ös, de mondom még egyszer, nem tudom, hogy konkrétan mennyi futkos még az utcán. Jelentős többségben egyébként én a 82-es viszonylaton szoktam vele találkozni. Most, hogy kitrolliztuk magunkat itt a GVM-mel, meg akarom nektek mutatni gyerekkorom egyik nagy ikonikus buszát. Talán a 280-as után a kedvencem volt annak idején, és talán a legtöbb emlékem még ehhez fűződik. Ez pedig nem más, mint a 435-ös sima Icarus busz. Jelenleg ilyeneket leginkább a 7E vonalán tudtok kicsípni. Igazából ott nem is nagyon kell kicsípni, mert hogy javarészt ilyenek közlekednek egyébként. Egyébként elég sokáig gyártották, és nyilván sokkal többet is, mint a trolli verzióból. Konkrétan 1985-től 2002-ig voltak ezek a buszok gyártásban. Thank you.
hát mivel ide érkeztünk a Blaha Lujza térre, ezért egy ikonikus bevásárlóközpontot is megmutatok nektek. Bizony, Corvin áruház. Pontosan nem tudnám nektek behatárolni, hogy hányba, tehát vagy 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek leges legelején, de hát többször jártunk azért erre. És hát ugye ez még az az időszak volt, amikor azt nem mondom, hogy plázák nem voltak, mert dehogy nem, tehát már voltak azért. Viszont nem is tudnám nektek megmondani konkrétan, hogy melyik az a pláza. A Campónára emlékszem, tehát mintha az már meglett volna. Viszont például az Árkád ugye a 90-es évek végén még nem volt meg, a helyettem viszont még emlékszem bizony az Őrsvezér terén, hogy villamos hurok volt a konkrétan a helyén, és mellette ugye bódés sorok voltak, mindenféle kocsma, meg lottózó és hasonló társai. Úgyhogy egy ikonikus jelképe ez azért Budapestnek, még hogyha ma már egy nagyon-nagyon szomorú is, mert ahogy láthatjátok, eléggé le van épülve. Döntöttem, hogy elmegyünk egy kicsit a Tátra villamossal. Ugye természetesen hagyományos Tátra villamossal. Gyerekként, hogyha azt mondták volna nekünk, hogy K-Tátra, akkor valószínűleg azt hittük volna, hogy az valamilyen vírusos megbetegedés. Ilyen nem volt akkoriban, úgyhogy hagyományos tátrázunk egy-egy gyertek. Közben megérkeztünk Kőbánya alsóra, hát szintén megváltozott nagyon a buszok tekintetében mindenképpen. Ugye ez is egy olyan végpont volt, vagy illetve kezdőpont, ki hogy néz, ugye, ahol rengeteg Ikarusz ácsorgott, és az innen induló buszjáratok javarésze 260-as, 280-as volt. Közben itt, ahol a Spár is van, ez mindig is itt volt, csak ha jól emlékszem, akkor talán nem Spár volt itt, hanem Kaiser, de ebben sem vagyok biztos, ugye. Hát Kaiser, ugye ez a szó is már sokaknak szerintem ismeretlen. Bizony ilyen is volt még valamikor. Úgyhogy mivel nem nagyon nagy a merítési lehetőségünk, ezért én azt gondoltam, hogy akkor menjünk egy Ikarusz 412-essel. És mivel benne áll egy 217-es viszonylaton is, meg egy 185-ösön is, ezért inkább azt választom, amelyik még nincs felújítva, ugye ablakos, mert gyerekkoromban én ilyenekre emlékszem. Úgyhogy menjünk ilyennel. És azért meg szeretném nektek mutatni itt a padon, hogy mi volt még a gyerekkoromban. Például, amikor a léscsipszet kibontottuk, akkor még bizony barátok közkártyák. Te voltál a legnagyobb császár, hogyha volt egy Berényi Mikid. Hát nekem volt. Nem tudom, hogy erre ki emlékszik, akik az én gyerekkoromban voltak gyerekek szintén.
Tehát ez mondjuk a 2000-es évek leges legeleje, körülbelül 2003-4. Aztán ugye volt a tazóláz, amivel ugye kezdtük a mai videót, és sajnos a tazóimat nem találtam meg, pedig valahol megvannak egyébként. Viszont a trió tazóimat, vagy nem is tudom, hogy hívták ezeket, igen, trió. Fókusz közben kicsit elvesztettük, majd mindjárt rásegítek. Szóval ezeket meg ugye a Cheetosba találtuk meg, és én nagyon csíptem a triókat, mert hogy ugye ahogy mozgatod, tulajdonképpen a lényeknek az átalakulását láthatod. Ilyen volt számomra a 90-es évek vége, illetve a 2000-es évek eleje, azaz a gyerekkorom. Nagyon-nagyon nosztalgikus nap volt ez számomra, és nagyon-nagyon jó. És írjátok meg ti is, hogy ha velem egyidősek vagytok, vagy nagyjából ebben az időszakban voltatok gyerekek, hogy nektek mik azok az ikonikus, akár járművek, akár programok, akár bármi igazából, ami eszetekbe jut, és ti mondjuk egy ilyen videóban bemutattatok volna, hiszen az nektek mondjuk egy kultikus vagy fontos momentum, pont, jármű, bármi. Úgyhogy én megköszönöm nektek a figyelmet, és természetesen az én gyerekkoromból ellátott Pepsivel elbúcsúzom most tőletek. Sziasztok! Hoppá!